időben fel kell készülni a koronavírus járvány 5. hullámára, ezért a zöld igazolvány bevezetése létfontosságú, mondta Alexandru Rafila, egészségügyi miniszter. Ugyanakkor kilátásba helyezte lemondását a szaktárcavezetői tisztségről. A Covid igazolvány munkahelyi bevezetéséről politikai döntés fog születni, ehhez pedig közös nevezőre kell jutniuk a kormányt alkotó pártoknak, hangsúlyozta Alexandru Rafila. Az egészségügyi miniszter szerint a zöld igazolvány bevezetésének lényege a gyors reagálás. A jogalkotók késlekedése ugyanis az elmúlt járványhullám idején rengeteg halálos áldozatot követelt. Hozzátette, arra kell számítsunk, hogy a Covid járvány 5. hulláma legalább 2 hónapot fog tartani. A legveszélyesebb hónap február és március lesz. A döntés politikai lesz. Konszenzusra kell jutnunk a koalícióban. Jó magam, egészségügyi miniszterként is és szakemberként is támogatom ezt a kezdeményezést szociáldemokrata párti kollégáimmal együtt. Koalíciós partnereink vagy elfogadják ezt a megoldást, vagy javítanak rajta, semmi gond nincs ezzel, de találnunk kell egy megoldást, hogy felkészüljünk a következő járványhullámra. Amennyiben a kormány nem vállalja hamarosan a felelősséget a jogszabály kapcsán, Rafila a lemondását helyezte kilátásba. A Covid igazolvány munkahelyi bevezetését előíró jogszabálytervezet értelmében már az első adaggal beoltott személyek megkapják az igazolványt, de ez csak akkor válik véglegessé, amikor az illetőt teljes körűen beoltották. A tervezet ugyanakkor 15 ingyenes tesztet biztosítana, legtöbb 6 héten keresztül, hogy lehetőséget adjon az érintetteknek, hogy ez idő alatt beoltassák magukat.